Agresszívan kezdtük a mérkőzést, ezt így is terveztük. Birtokoltuk a labdát, és nem engedtük meglódulni a mezőköves gyors támadóit. A második félidőben ritmust váltottunk, és ennek is köszönhetően megszereztük a vezetést. Aztán szinte azonnal gólt kaptunk, egy hibának köszönhetően. A vendégek éltek a felkínált lehetőséggel, és egy kontra után egyenlítettek. Nem vagyok elégedett, be kellett volna lőnünk a második gólunkat, és megnyerni a mérkőzést. Ma is megmutatta a csapat, hogy tud ilyen nehéz talajú pályán is futballozni. Több olyan lehetőségünk volt, amiből gólt is szerezhettünk volna. A Újpestnek is megvoltak a lehetőségei, egy nagyon jó mérkőzés volt, egy nagyon nehéz talajon. Én úgy gondolom, hogy ilyen mérkőzésekre van szükség. Egyik csapat sem foglalkozott azzal, hogy milyen a talaj, próbálta tenni a dolgát. Nagyon-nagyon fegyelmezetten, úgy gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten játszottunk jól is. Örülök az egy pontnak, három jobban hangzott volna, de nem vagyok tehetetlen. Ahogy láttam, hogy üresen jön a csapattársam, úgy gondoltam, hogy ezt le kell, hogy passzoljam. 2-1-be üres kapura, szerintem ezt mindenki lepasszolná.